A látótér mai vendége Nagy Zsolt, a Dürer Kert ügyvezető tulajdonosa. Az apropó pedig, hogy találkoztunk, az az, hogy megnyitott a Dürer Kert, méghozzá itt a Kópa-szigáton. Ez klassz, és nagyon tele is van. Mióta nyílt meg? Most a napokban, nem? Kb. Másfél hete, hogy nyitva. És már tele van, ez egy nagyon-nagyon-nagyon örömteli hír, de nem volt azért ez ilyen egyszerű, hogy bezártatok ott, és jöttetek ide. Mit kell tudni erről a háttérről? Hogyan kerestetek helyet, és miért pont ezt találtátok meg? Hát a Dürer Kert történet az nagyon szövevényes, kicsit hányattatott az elmúlt időszakra. De azt tudtuk, hogy ott az Ajtósi Dürer soron vége a pályafutásunknak, és tulajdonképpen 2 éve keresünk helyeket. Ami nagyon jó leső érzés, hogy olyan közösségünk van, akik nagyon jó szándékkal próbáltak segíteni. Értem ez alatt a civil szervezeteket, cégeket, vagy akár önkormányzatokat, akik tudták a helyzetünket, és nagyon sok helyet ajánlottak fel, és néztünk meg. És tulajdonképpen ez is egy ilyen felajánlásból jött, ez a Budapartnak köszönhetően. Amit megnéztünk, és először azt gondoltuk, hogy nem az a világ, ami a Dürer világ, tehát nem teljesen kompatibilis. Ugye a Dürernek volt egy olyan atmoszférája az őt körülvevő épület együttes miatt, ami azért teljesen más, mint ez. De mégis valahogy egyszerűen a szerződéses feltételekkel, hogy itt egy 10 plusz éves lehetőségünk van, illetve a Dunaparttal, meg ezzel a millióval, hogy tulajdonképpen emellett döntöttünk, ami az elmúlt másfél-két hét tekintetében egy jó döntésnek bizonyult. Tehát azt látjuk, hogy a régi közönségünk nagyon hűségesen és jó szívvel visszajön, látogat minket, illetve valahogy a 11. kerület közönsége az még talán azt gondolom, hogy jobban vevő erre a millióra, mint Zugló volt. Azért nagyon-nagyon sok érdekes dolgot érintettél. Azt így végig kéne járni, mert egyik ez a Dürer világ, ez érdekelne engem. Akkor szerintem az is nagyon érdekes, hogy azért Zuglóból jött át ide, ahogy mondod, a közönség. Azért az nem egy kis döntés Zuglóból átjönni Új-Budára. Illetve itt konkrétan előttetek egy egészen más világ volt, nem Dürer világ. Önmagában, hogy 2008 óta létezik a Dürer, már feltételez egyfajta brandet, ami magától épülhet ki. De én azt sejtem, de majd kijavítasz, hogyha rosszul gondolom, hogy ez azért nem így működik, hanem ebben kell, hogy valami tudatosság legyen, hogy ez az úgynevezett világ felépüljön, és akkor 2 kérdés, milyen a Dürer világ, és hogy kell ezt felépíteni? Hát a Dürer világ az egy nagyon érdekes világ. Tehát igyekeztük, tehát van egy nagy adag szerencse is a Dürer világ kialakulásában, illetve van egy jó adag tudatosság is. A szerencse az, hogy tulajdonképpen mi egy sima kerthelyiséget szerettünk volna Zuglóban megnyitni, és egyszerűen azok a lehetőségek, amik ott megnyíltak nekünk, azokat bocsánat, hülyék lettünk volna nem kihasználni. Olyan tekintetben, hogy ennek az épületnek olyan tulajdonságai voltak, amik felkínálták azt, hogy több koncerttermet tudjunk üzemeltetni. És a tudatosság az volt, hogy egy rendhagyó módon a romkocsmákat, ami nem pejoratív értelemben értendő, tudtuk ötvözni a kultúrával, a koncerttermekkel. És folyamatosan öltöztettük színesebb programokkal, tehát nem csak és kizárólag zenei programok, hanem minden egyéb, a színháztól kezdve, ez felsorolni nem lehet, hogy mik jelentek meg a Dürer Kertben. Ehhez kapcsolódik tulajdonképpen, hogy milyen tudatosság volt benne, hogy ezt most említetted, hogy volt színház, volt irodalom, illetve azt nem említetted, de én voltam ott számtalanszor irodalmi rendezvényen is, hogy akkor inkább úgy kérdezem, hogy ez mennyire tükrözi a tulajdonos ízlését. Tehát persze van egy bizonyos szerencsefaktor, amit nem mondasz, meg így kitermeli saját magát a társaság, a saját maga igényeit, de mégiscsak kell ahhoz valami irányítás, hogy egy ilyen kulturális találkozó hely legyen, vagy nem?
Hát én azt gondolom, mi egy csapat vagyunk, tehát uh-huh. nem egyénileg dőlnek el ezek a dolgok, hanem Isten van egy csomó fiatal kolléga, aki ebben közreműködik, és nagyon sokat vitatkozunk azon, hogy milyen programokat szeretnénk ott látni, illetve milyeneket fogadunk be, mi az, amiért mi hajtunk, hogy ott legyen, uh-huh. illetve volt tudatosan cél előttünk, például az, hogy az előző helyen nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy volt egy 100 fős, egy 200 fős és egy 500 fős, 600 fős termünk, tehát magyar zenekarokat tudtunk tudatosan építeni, illetve külföldi zenekarokat is. Tehát nagyon jó érzés volt azt látni, hogy jön egy zenekar, aki az egyik évben fellép a kis terembe, majd egy kicsit mi is tudunk ahhoz hozzátenni, hogy fellépjen a középsőbe, majd a nagy terembe, és utána teljesen természetes volt az, hogy utána mentek egy nagyobb klubba, az akváriumba, vagy bárhova. És ez tényleg vonatkozik a magyar, illetve a külföldi fellépőkre is. Volt benne egy tudatosság, és most is lesz, ami a terveink között van. Tehát valahogy úgy szeretnénk szórakoztatni, hogy a fiataloknak egy kicsit megmutassuk azt is, hogy nem csak diszkó van a világon, hanem azon kívül, hogy elmennek és minden hétvégén berúgnak, azon kívül szívják magukba azokat a dolgokat, amit a Dürerben látnak, és az abszolút igazolta az idő. Tehát na ugye, hogy van benne tudatosság? Pont ez az, ami érdekelt engem, tehát, hogy van benne. Valahogy egy kicsit hozzátenni ahhoz, hogy ne eszetlenül szórakozzanak a fiatalok, hanem közben épüljön az agyukba egy olyan jellegű kultúra, amit mi próbálunk sugallni, vagy árasztani. Igen. Itt most, ugye én is először vagyok, azért tétovázom, van egy remekül belátható nagy tér, mindjárt lesz mozi, igen. Ez már biztos. Mi van még most így hirtelen, ami hát most, már van? Most amit egyébként látsz, az jövőre nem lesz itt. Tehát az érdekes, hogy egy olyan projekt előtt állunk, ami most ezeket a konténereket béreltük, uh-huh. amiket láttok előtte, azokat mind az előző helyről uh-huh. igyekeztük költséghatékonyan, illetve gazdaságosan felhasználni azokat az anyagokat. És jövőre pont az önkormányzattól szeretnénk még tovább bérelni területet, amiben szeretnénk kibővülni. Ezen kívül, amit nem láttok, van egy nagyon jó Duna partszakaszunk, saját partszakaszunk. Ez egy kb. 100 méter széles. És hát maga az épület, azt ha gondoljátok, mehetünk egy kört, és be tudom mutatni, de most egy romhalmazt fogtok látni. Tehát mi egyszerre építkezünk belül, építkezünk kívül, tehát lebontjuk az épület egyik felét, és felépítünk egy 1000 fős 7 méter belmagasságú nagytermet, és közben üzemeltetjük a kertet, amit hát nyilván most mondanám azt, hogy erre a 3 hónapra így hagyjuk, de nem bírjuk megállni azt, hogy ne. Uh-huh. Valamit fejleszgessünk és valamit kitaláljunk. És folyamatosan jönnek az ötletek, a program lehetőségek, tehát hogy amit láttok, az egyelőre így néz ki, de lehet, hogy egy hónap múlva visszajöttök, akkor egy kicsit más arca lesz a dolognak. Azok, akik eljöttek ide minden este Zuglóból, azok miért jönnek? Mert van egy társaság, vagy mit szoktak meg belőletek? A közönség, illetve a közösségünk az nem Zuglóból áll feltétlenül, tehát az vidéktől kezdve, tehát egész országos szinten jellemző a Dürer látogatottsága. Azt tudni kell, hogy a Dürerkert az utolsó underground bástyája az országnak, az egyik utolsó underground bástyája, ami méretben ekkora, kisebb klubok vannak, és ez szerintem ami az egésznek a mozgatórugója, illetve a tulajdonosok, mi is ilyen zenéket, tehát olyan helyet igyekszünk csinálni, ahol mi magunk itt vagyunk, de tényleg így történik, tehát a kollégáink, jól említettem, ez egy csapat, tehát a kollégáink és a tulajdonosok itt tartják a születésnapot, tehát egy olyan helyet szeretnénk létrehozni, ahol mi is jó szívvel tartózkodunk, és ez a jövőben sem fog megváltozni, és a közönségünk a közösségünk ugyanezt tulajdonképpen, tehát hogy egymással öröm találkozni, most főleg a Covid után nagyon jó érzés volt látni, hogy ugyanazok az arcok jöttek. Ez egy szuper, egy felemelő érzés, tehát nélkülük valószínűleg ezt nem biztos, hogy tovább folytattuk volna a Dürer útját, hogyha ők nincsenek.
Az nem jelent kihívást, hogy itt előttetek diszkó volt, és lehet, hogy nem tudom, mert nem voltam itt diszkóban, csak így elképzelem, hogy lehet, hogy van, aki hasonlót vár, vagy nincs bennetek megfelelési kényszer, hanem van valami vízió, nem, hogy ilyet akarunk. Van egy vonalunk, és semmiképpen nem szeretnék erről az útról eltérni. Diszkó vagy nem diszkó, ez ilyen szempontból teljesen mindegy. Az biztos, hogy nem szeretnénk a mainstream világba kinyílni. Tehát ez nekünk jó így, ahogy van. Ha már nagyobb híre van a Dürernek, akkor az lehet, hogy egy kicsit meg is mérgezi. És nem szeretnénk sem olyan műfajt felvenni, ami eddig nem volt a Dürerben, most az legyen lakodalmas vagy diszkó. Ez nagyon, nagyon távol áll tőlünk, de nem érezzük azt, hogy ennek hátránya lenne. Tehát hál' Isten, ők is megtalálták a helyüket, az előző üzemeltető, úgyhogy nagyon örülök. És ez pedig már itt, ami zajlott, ugye a hangszigetelés meg egyéb beruházások hiányában, ez már nem nagyon tudott itt működni. Tehát más arcolatot szeretett volna a tulajdonos is, és ahogy érzékelem, az önkormányzat is. Ez így nagyjából így összetalálkozott ez a két dolog. Nem tudom, mennyire vagy romantikus alkat, és mennyire szeretsz így a múltra gondolni, de azért megkockáztatom, hogy van így a 2008 óta pár olyan emlék, vagy olyan esemény, vagy olyan történés, amire így nosztalgiával gondolsz vissza, és így szívesen nagyon sok. Nosztalgiázol nagyon rajta? Sok. Persze, de hát nem lehet kiemelni. Tehát, hogy amikor ott van az ember egy bizonyos rendezvény, és azt látja, hogy mindenki csillogó szemmel örömet valamennyire hozzájárulunk hozzá, hogy örömet okozzunk, nyilván az előadónak köszönhető ez, de mi legalább a helyet tudtuk hozzá biztosítani, hát ebből számtalan van. De az igazság, hogy annyi ideje eszkalálódott az a helyzet, hogy már nem akarunk, tehát előre akarunk nézni. Tehát most már elég volt abból, hogy búslakodjunk, nem akartuk feladni ezt a dolgot, és most inkább örülni szeretnénk és előre nézni annak, ami van. Akkor nézzünk egy kicsit előre, és hogyha lehet, vannak ilyen pontok, amiket már biztosan tudsz, hogy mi a cél, és mi lesz mondjuk jövőre már meg, akkor azokat elmondod? Ez az 1000 fős terem, ez megvan jövőre, és ott már koncertek lesznek? Igen. Ez úgy néz ki, hogy épül egy 300 fős termű. Igen. Tehát az épületnek az egyik része az megmarad, de teljesen kibelezzük, csúnya szóval. Ott idén szeretnénk, nyilván az engedélyeztetésektől függően megnyitni a 300 fős termünket, tehát kvázi átúsztatjuk a nyári üzemet a beltére, és szintén egy nagyobb léptékű beruházás a nagyterem, ott pedig szintén az engedélyeztetésektől függően mi nagyon szeretnénk késő télen, kora tavasszal megnyitni a nagytermet, és jövő nyára pedig már egy kész, átgondolt kerthelyiséggel kiegészülni. Aha. Így a területben gondolkodtok, azért itt a Duna, ahogy te is mondtad, hogy van egy Dunapartotok, valami különlegesség, vagy valami, ami a Dürer virágot idézi, vagy abba beleilleszkedik, ilyen tervek vannak? Természetesen, de ezeket most így annyira nem nagyon mondanám, mert ugye ezek állandó, tehát azért ez egy akkora lehetőség, és annyiban más, mint ami volt, tehát mindig szerettük használni, szerettük, hogyha jön egy zenekar, és lenyomja teljesen rutinszerűen a koncertet, és elmegy haza. Tehát tehát mindig jó volt az, hogy olyan menedzserekkel, vagy olyan szervezőkkel dolgoztunk, akik egy kicsit hozzá akar tenni ez a dologhoz. Mi magunk is ilyenek vagyunk, és ezzel a kerthelyiséggel is ugyanígy vagyunk, hogy nem arról szól az egész, hogy kidobunk két széket, és igyatok, hanem mindig változtatni szeretnénk, de természetesen együtt élve a természettel, tehát hogy megtartanánk ezt a vadregényességét, együttműködve a horgászokkal, mert most azért az önkormányzattal működünk együtt, a MOHOSZ-szal, a Nagy Budapesti Horgászok Szövetségével, tehát hogy elképesztő, meg a Közép-Dunamenti Vízügyi Igazgatósággal, azt hiszem, jelk őket, illetve a szomszédokkal, a szomszédlakókkal, tehát most ilyen óriási kihívás, ami nagyon izgalmas, meg színes, de a kertben hihetetlen lehetőségek vannak. Tehát szeretnénk egy nagyon menő játszóteret, ami szintén egyedi és dühres világ. Szeretnénk, inkább nem beszélnék a tervekről. Jó, akkor viszont arról beszéljünk mind zárásként, hogy mi az, amivel elégedett leszel mondjuk nyár végén,
És mi az, amivel elégedett leszel jövő ilyenkor, amikor újra beszélgetünk? Hát nyár végén azzal elégedett leszek, hogyha az új szomszédokkal és az új kapcsolatokkal, amiket az élet adott nekünk, ugye beleértve a félbérlőket, az önkormányzatot, a lakókat és egyéb partnereket, egy békés, nyugodt, hosszú távú együttműködést tudhatunk. Ez a legfontosabb, szerintem. Jövő ilyenkor akkor lenni nyugodt, hogyha ez az egész építkezés úgy fejeződne be, ahogy mi szeretnénk, üzemelne mind a két termünk. Hát és igen, jövő ilyenkorra már nagyon jó lenne egybe látni a kertet, kicsit nagyobb méretben, és azokat a elképzeléseket már legalább részben megtapasztalni és bemutatni a közönségnek, amit még nincsenek kész. Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen!